A brit kormány által beterjesztett törvénytervezet szerint Nagy-Britannia mindaddig érvényben tartja Oroszország ellen elrendelt szankcióit, amíg Moszkva nem fizet jóvá téltelt Ukrajnának a háborús károkért. A tervezett jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy a Nagy-Britanniában zárolt orosz vagyon tulajdonosai felajánlhassák erre a célra befagyasztott pénzüket. A minisztérium hangsúlyozza, a London által zárolt orosz vagyonok tulajdonosait nem kényszerítik arra, hogy pénzüket felajánlják Ukrajnának a háború utáni újjáépítésre, ugyanakkor nem számíthatnak az ellenük hozott brit szankciók enyhítésére sem. A feltörekvő európai gazdaságok támogatására 1991-ben életre hívott londoni Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank becslése szerint az ukrajnai újjáépítés költsége meghaladhatja a négy 110 milliárd dollárt. A pénzintézet várhatóan tőkeemelést kér a részvényes országoktól annak érdekében, hogy hozzájárulhasson az ukrajnai újjáépítés finanszírozásához.